Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mai szentmisét a Caritas szándékára Hága Ferencné született Wiedemann Mária nővérünk lelki üdvéért ajánlom föl. Mai napon mind a Jóisten, mind az Egyház többszörös módon is nyitott szívet kér tőlünk. Régiek Farsang vasárnapról beszéltek a mai nap alapján. Idén ezzel nem a bálok lezárásáról szeretnék annyira beszélni, hiszen ezek hol voltak, hol nem. De sokkal inkább arra hívom föl a figyelmet ezzel, hogy tényleg néhány nap múlva belépünk egyházi évünk új időszakában Nagybőjtbe. Hamvazó szerda lesz majd ez a nap. És kell, hogy a húsvéti készületünk kapcsán is ez a nyitott szív meglegyen bennünk. Aztán napok óta tart az orosz-ukrán háborús konfliktus. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy meddig. Hívő emberekként mi nem csak külső szemlélői vagyunk, hírfogyasztók, akik akár napjában többször is fölnézünk a netre, meghallgatjuk a híradót, hogy tudjuk, hogy most mi van és mi nincs. Hívő ember imádkozik a bajban. És talán a háborútól nincs nagyobb csapás. Van miért, van kikért imádkozni. Ezt tegyük ebben a szentmisében is. És ahogy egy hete hirdettük, mostani persejeket katolikus iskolák, intézmények számára gyűjtjük és továbbítjuk. Ezekben is tehát kell a nyitott szív. Az, hogy nem vagyunk közömbösek, fontos ügyek, nehézségek, bajok kapcsán. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Kérjük a Jó Istentől, hogy adja meg ennek a tiszta, nyitott szívnek a kegyelmét. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Amikor Szitának fennakad a szemét, és ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszédje szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az ember szavai alapján ítéltetik meg. Ne magasztalj hát senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál! Hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek tehát álhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim, tegyetek minél többet
az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiába való. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Aki akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát. Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüskés bokorról nem szüretelnek szöldőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit, kisebbeket, nagyobbakat egyaránt. Jézus többször foglalkozott az emberek látásával, hiszen sok vaknak a szeme világát visszaadta. De legalább ilyen fontos volt számára a lelki látás is. Ebben a mostani lukácsi részben olyan dolgokról, hasonlatokról, képekről szól, ami így úgy nagyban akadályozhatja a mi látásunkat. Elsőként azt halljuk,
vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Akik extrém sport járatosak, akár egyetúrákon szeretnének részt venni, de ugyanígy egy vadvízi egészen mindenképp vezetőt keresnek maguknak. Egy olyan embert, aki a veszélyes ösvényeken, örvényeken keresztül is biztonságban tudja vinni a csapatot, hogy a céljukat elérjék, és aztán majd onnan szerencsésen tudjanak hazatérni. Mi magunk is emberként élve az életünket, hétköznapokat, ünnepeket, dolgozva és megállva, nekünk is igazából az életünk része, hogy keresünk vezetőket. Többes számban fogalmazok a vezetők kapcsán, majd még utalok erre, hogy miért. De azt is láthatjuk, hogy ahogy egyúttal vezetettek vagyunk, ugyanúgy másrészről vezetők vagyunk. Ha már kinől valaki a gyermekkorból felnőtté lesz, óhatatlanul ez a vezetői szerep is előjön az életünkben. És gondolhatunk a családunkra, férjünkre, feleségünkre, gyerekeinkre, unokáinkra. A ránk bízottak ...nak vezetői is vagyunk egyaránt. Kezdve azzal is, hogy akinek egészen kis gyerkőce van, mikor kell etetni, mikor kell lefektetni, hogy aludjon, mikor kell tanulni, mikor kell menni, nekiíramodni, hová kell menni, mi a feladat, mi a mai napnak a kötelessége. Annyi mindenben vezetjük egymást. És kell is, hogy egy felnőtt vezetővé érjen. Nyilvánvaló, hogy a vezetőnek látnia kell, tudnia kell, hol van a cél, merre, hogyan lehet elérni. És ahogy említettem már, családjainkban ezt nap mint nap gyakoroljuk. Mikor kell megállni, mikor fáradtunk el, és fontos, hogy pihenjünk is. Egy vezetőnek látnia kell, éreznie kell a többieket. Mikor van arra szükség, hogy együnk, igyunk? Jézus többek között akként is kinyilatkoztatta magát előttünk, hogy ő az út. Élet, igazság, és az út is. Mert ő az egyetlen, aki az atyától jött, és csak ő ismeri az utat. Ha másokat el akarunk vezetni Isten országába,
akkor személyes életközösségben kell lennünk ő vele. Hagynunk kell, hogy ő legyen az életünk vezetője. És rá kell bízni magunkat. Mai napból is, ami egy vasárnap, egy pihenő nap nekünk, valamit látunk előre, itt a délelőttben is. És vannak dolgok, amiket nem látunk még. Hogy alakul? De hogy Jézusra rábízni, ennek a napnak a folyását. Aztán az is fontos, hogyha másokat el akarunk vezetni az Isten országába, magához, az Istenhez, csak annyira tudunk közel vezetni más embereket, ahol én vagyok. Ezért van jelentősége például a keresztszülőségnek, bérmaszülőségnek. Ugyanazt az életet élem, mint akit rám bíznak. És az élet utamon én azért előrébb járok. Éppen ezért tapasztaltabb, talán bölcsebb is vagyok. Ezért tudok segíteni neki. És ezért is mondtam az elején, hogy a vezetők az többes számban érthető az életünkben. Hívő embernek kétségtelenül Isten az első. De ott vannak a többiek is, akiket Isten nekünk ad. Szeretteink, jó barátaink. Uram, bocsánat, egy jó lelkivezető pap, egy olyan pedagógus, aki nem csak tananyagot adja le, hanem van egy személyes kapcsolatom vele, belelát, rálát az életemre, és nevel, nem csak okít. Ha már itt tartunk, talán ez a vasárnap arra is alkalmas, hogy felidézzük az ilyen egészen közeli embereket, akikre rábízhatom mindenestül magamat. Köszönjem meg az Istennek az ilyen vezetőimet. A világ, és úgymond a padlás, manapság tele van önjelölt életvezetőkkel, akik ha kell, ha nem, osztják az észt, és kapásból megmondják a tutit. Ugyanakkor, ha nem az Isten az életvezetőnk, akkor könnyedén előállhat Jézus hasonlata, vak vezet világtalant. Nyilván így is el lehet jutni valahová. A kérdés viszont az, hogy nekünk elége, hogy valahová eljutottam. Például egy zsákutcába. Például az első kanyarig, de utána aztán nincs tovább. Ez a nagy kérdés. Isten, aki a szívek vesék vizsgálója, látja, és itt jó értelemben mondom ezt, látja a mi jó tulajdonságainkat, meg a rosszakat is.
ismeri az erősségeinket, meg a gyengeségeinket, látja jó törekvéseinket, meg a helytelen vágyainkat. Isten ilyen, reálisan lát. Mi emberek pedig valamiképp szeretünk egy oldalúan látni, meg hallani is. Tudjuk, ilyen szelektív látás, szelektív hallás formájában. Ami tetszik, azt meglátom, meghallom, ami nem tetszik, arról tudomást sem veszek. Aztán úgy vagyunk még emberek, ez még hagyján lenne a szelektívségünk. De úgy vagyunk, hogy szeretjük megláttatni, megmutatni a magam erősségét. Miközben előszeretettel figyelem és firtatom mások hibáit, gerendáit vagy szálkáit. És bizony itt egyfajta akut betegségről beszélhetünk. Súlyos nézőpont ficamról lehet beszélni. Nem tudom, hogy van-e ilyen orvosi betegség, de én ezt így fogalmazom minden esetre. Jézus tehát ma, szó szerint pár nappal, nagybőjt kezdése előtt fel akarja nyitni a szemünket, hogy észrevegyük a magunk gyengeségeit is, mert erről van itt szó. Az erősségek tudatosítása mellett, hogy az előbbieket javítanom kell, és akarom. Nem a szőnyeg alá söpörni, meg nem egy görbe tükörben láttatni magamat, hogy én csak jó vagyok, csak szép, csak okos, csak ügyes. Nyilván ez is. És a nagybőjt az tényleg alkalmas idő arra, hogy reálisan lássam magam. Ma, amikor még farsang vasárnapot ül a világ, mohácsi búsok, meg nem tudom, Velencében is valahogy megteszik a bizonyos korlátok mellett a farsangjukat, majd erre hív pár nap után az egyház. Vesd le az állarcodat. Ne csak olyat akarj mutatni magadról, ami nem igaz. Egyoldalú. Hanem, és itt van az, hogy önnevelés még. Kezd hozzá. Javítsd magad. A saját szálkám és a te gerendád. Arról szól, hogy én nagyobb akarok lenni, mint te. Én eléd akarok kerülni. De nem a valós értékeimnek megfelelően, hanem a valóságot görbe tükör elé állítva. Már a szálka is, nem beszélve a gerendáról, mindig eltávolít bennünket egymástól, és ellentétet szít közöttünk. Pszichológusok azt mondják, amikor valaki nagyon kritikus ember, meg úgy általában ez a habitusa, mindenre van véleménye, és általában rosszalló, figyelje meg, hogy nem arról van ez szó, hogy amit másban lát és kritizál, az legalább úgy, ha nem jobban, éppen az ő életében is megvan.
Érdemes erre odafigyelni. Mit is szoktam kritizálni másban? Egy ilyen picit nincs meg bennem. Ugyanaz. Másik bűnét mindig gyorsan észrevesszük. Érdekes, akkor semmi nem homályosítja el a látásomat. Pedig nem a másik bűnével, hanem a saját vétkeimmel kellene törődnöm. A saját rossz szokásaimtól kellene megszabadulnom. Többször beszélek most a nagybőjtről, hiszen ennek a küszöbén állunk. Talán nem kellene mindenbe beleütnöm az orromat. Nem kellene, hogy mindenről és mindenkiről véleményt alkossa, meg nyilvánítsak. Az interneten, kommentekben sokszor ott van a mások alázása, fröcsögő stílusban, rágalmak szórásában, még talán átok is van. Hadd mondjam, hogy ebben a modern világunkban vannak új bűnök, amit lehet, hogy a régebbi lelki tükrök nem is tartalmaznak, mert nem volt akkor szempont ez. Szóval akkor, amikor majd nagybőjtben elvégezzük a szentgyónásainkat, akár az életünknek az új bűneit is vegyük bele. Szokta meg kommentelni. Milyen stílusban? Csak a kritika, csak a rossznak a látása. Ne tegyem. Nagybőjt arra is szól, hogy visszafogjuk magunkat. Inkább maradjunk csendben, mint hogy csípőből tüzeljünk a társainkra. Mert ezen az úton óhatatlanul is ellenségekké leszünk. Ugyanakkor mi nem ellenség kell, hogy legyünk, hogy én itt vagyok, te meg éppen velem szembe, és ott van a gerenda távolság közöttünk mindig. Mi az életben egymásnak támaszai, vezetői, segítői lehetünk, és kell, hogy legyünk. Az is annyira fontos, hogy tudjunk tanulni egymástól. Én azt gondolom, erre figyelmeztet Jézus hasonlata és képe a szálkáról és a gerendáról. Hiszek egy Istenben. Jézus igaz beszédet és példás életet vár híveitől,
kérjük ehhez isteni segítségét. Segítsd egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvnia kell a világot. Kérjük. Segítsd az állam férfiakat, hogy míg saját országuk közjavát biztosítják, a béke nemzetközi rendjét is építsék. Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget. Kérjük. Segítsd a szülőket, akik gyermekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy ők maguk is példás keresztény életet éljenek. Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő embertársaikkal. Kérünk. Külön imádkozzunk ma az ukrán háborús konfliktus megoldásáért, és a világnak azon részeiért, ahol szintén háborús gócpontok vannak. Külön imádkozzunk így módon menekültekért, sebesültekért, halottakért, ellenséges katonákért, politikusokért, a bölcsességért, a békéért. Hallgass meg, Urunk! Isteni Mesterünk, Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk, de mégis ami odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat,
hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd fölmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik őt uruknak vallják. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy, kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét s az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel s az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Máriáról és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, Szent II. János Pál pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Már most is alkalom van arra, hogy az egész jövő hetünket Jézusra, mint vezetőnkre rábízzuk. Aztán arra is alkalom van most, hogy kérjük családjaink békességét, ennek a világnak a békéjét. Ezt kérve így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, s meggyógyul az én lelkem. Kérjük a Szent Pápa közben járását, és mai aktualitásban a békéért. Szent Háromság, egy Isten, hálát adunk neked, amiért az egyházat megajándékoztad második János Pál pápával, és benne felragyogtattad
atyai mi voltod gyöngétségét, Krisztus keresztjének dicsőségét és a szeretet lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közben járására hagyatkozva Jézusnak, a jó pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az élet szentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közben járására add meg nekünk akaratod szerint a kért kegyelmeket. Szent II. János Pál pápa, könyörögjünk! Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által. Hétfőn kedden reggel 7 órakor tartunk miséket. Holnap Jézus szíve tiszteletére, kedden Szűz Mária tiszteletére csendes mise formájában. Szerda hamvazó szerda, szigorú böjti nap. Az egyház azt kéri, hogy 14 év fölött ne fogyasszunk húst, 18 és 60 év közöttiek pedig ezen felül csak egyszer lakjanak jól 3 étkezésből. Kivételt képeznek a betegek, és nem a saját asztaluknál étkezők. És arra is figyeljünk, hogy nagyböjt péntekein szintén kerüljük a húsos ételeket. A szentmisénk pedig hamvazó szerdán este 5 órakor lesz, hamvaszkodással egybekötve. Csütörtökön nem mise lesz, de a református közösség női szövetsége Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános atyát meghívta Tolnára, Magyar Pálosok címmel egy előadásra fölkérve őt. És csütörtökön 5 órakor lesz ez a tolnai református imaházban. Mindenkit szeretettel várnak közülünk is. Pénteken első péntek van, 7:30-tól gyóntatok, 7-kor csendes mise lesz elhunyt szülők lelki üdvéért. Délelőtt megyek a betegekhez, és péntekenként, most is majd elkezdve, 4:30-tól keresztutat tartunk itt a templomunkban. Most az első alkalommal Rózsafüzér társulati tagokat kértem föl. További hetekben is kiírtam a hirdető táblánkra, hogy ki következik, majd figyeljünk oda ezekre is. És utána gyóntatok, ha szükséges. Szombaton 4:30-tól gyóntatok, az előesti misét elhunyt édesapa lelküdvéért mondjuk. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja, szentmisét Princ Miklósné született Puskás Kornéliáért ajánljuk föl. Mai persejekről már szóltam. Még hirdetem, hogy a Hitness aktív korú felnőtteknek holnap után kedden 5:30-kor folytatódik plébániánkon.
Ugyancsak hirdetem, hogy március 11-én pénteken 14:30-kor várjuk a leendő első áldozó gyermekeket egy találkozásra, meg az első Szent Jónásukra, itt a templomban, illetve a plébánián. Az a péntekesti férfi találkozó püspökatyával, ami megtörtént, folytatódik ugyanazon témával Pakson, március 4-én pénteken 6-tól 8 óra között. Akik nem tudtak Szekszárdon jönni, nyugodtan mehetnek, Paksra nincs messze. Még annyit hadd mondjak, hogy az elmúlt héten Kismaroson voltam ciszternővéreknél egy lelki gyakorlaton, ők adták a helyszínt. Zoomos kapcsolatban viszont egy nemzetközi papi lelki gyakorlaton voltunk bekapcsolódva. Közöttünk volt Kárpátaljáról is egy paptestvér, akit viszont csütörtök délelőtt ad hoc püspök atyája hazahívta, ő a Munkácsi Székesegyház plébánosa. Tudjunk erről is, hogy sok menekült még jönni fog át a határokon. Van, aki viszont éppen most ment haza, hogy tartsa a lelket azokban, akik otthon vannak. És azt gondolom, mi is kell, hogy a napi imáinkban kérjük a békét, imádkozzunk a mindazokért, akik rászorulnak ebben a borzadályban. Szép vasárnapot is, az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjetek és éljetek békességben. Amen.